Sziasztok! Már egy ideje nem teszteltem belépő kategóriás dakot, amit őszintén szólva nem is nagyon bántam, hiszen ezeknek a cuccoknak az innovációja alapvetően abból áll, hogy beledobják az aktuálisan legfrissebb DAC csípet, és azt hozzáigazítják egy létező dizájnhoz. Ne értsétek félre, továbbra sincs semmi problémám ezekkel az eszközökkel, hiszen néhány évtizeddel ezelőtt ennyi pénzért nem lehetett ilyen minőségű zenei élményt kapni, de azért youtuberként néha már egy kicsit uncsi lehúzni még egy bört a meglévő dolgokról. Felmerülhet bennetek a kérdés, hogy akkor miért mondtam igent az Ausida audio megkeresésére, amikor megkérdezték, hogy lenne -e kedvem a vadonatúj sms -e DO100 Pro-t tesztelni. Nos azért, mert a DO100 Pro tanult egy új trükköt is, amellett, hogy természetesen egy vadonatúj ISS DAC is kapott. És hogy mi is ez az új trükk, azt hamarosan megosztom veletek. Az SMSL d 100 Pro a szokásos fehér kartondobozban érkezett a megszokott tartozékokkal karöltve. Ennek megfelelően a doboz a használati utasítás mellett még egy IEC tápkábelt, egy USB kábelt és egy Bluetooth antennát is tartalmaz, az RC8C típusú távirányítóról nem is beszélve. Maga az eszköz ugyanazzal a formanyelvvel rendelkezik, mint az általam már korábban tesztelt SMSL do 300 x beleértve az új lebegő kijelzőt is. Ez a kijelző a DO100 Pro esetén nem egy színes IPS panel, hanem egy 7 szegmenses LED kijelző. A megjelenítő mellett egy enkóder találhattok, amelynek a tömör alumínium gombjával ki és bekapcsolhatjátok a dakot, illetve a nem túl bonyolult menüben is bóklázhattok a segítségével. Természetesen az összes funkció vezérelhető a mellékelt távirányító nélkül is. A hátlapon a próságot hangsúlyozó XLR csatlakozók mellett a szabvány RCL kimeneteket is találhattok, de a digitális bemenetekkel is bőkezően bántak az SMSL mérnökei. Az optikai és koaxiális digitális bemenetek mellett ide került a Bluetooth antenna csatlakozója, egy USB-C bemenet, valamint itt található annak az oka is, hogy miért keltette fel az érdeklődésemet ez a termék. A hátul található HDMI bemenet ezúttal nem egy i es bemenet, hanem egy HDMI ARC bemenet. Megmondom őszintén, hogy ezt a változtatást én egy nagyon jó ötletnek tartom, mert az inézetesnek én sok értelmét nem látom egy ilyen olcsó eszköz esetén. Ugye az inézetest alapvetően arra találták ki még 1986-ban a Philips mérnökei, hogy digitális audio áramköri egységeket kössenek össze egy szabványos soros buszon keresztül, az adott eszközön belül, kifejezetten rövid szakaszokon. Mivel itt az adat és az azt izőzítő órája külön vezetékeken megy, ezért még az olyan részletekre is illik figyelni, hogy a nyáklapon kialakított vezető sávok azonos hosszúságúak legyenek. Megfogni tehát ezt a protokollt és kivinni a készüléken kívülre, plusz csatlakozókat és hosszú kábeleket beiktatni a jel útjába, Nos, nyilván működik, és Képesek a gyártók stabilan implementálni, hiszen máskülönben nem léteznének a dakokon ezek a bemenetek, de az is biztos, hogy az I négyzetest eredetileg nem erre találták ki. A DAC házát felnyitva ismerős megoldások fogadnak bennünket. A kapcsoló üzemű tápegység, mint mindig, elég jól megtervezetnek tűnik a megfelelő biztonsági elemekkel és jó minőségű alkatrészekből megépítve. Összesen 4000 mikrofarádnyi Nichicon kondenzátort építettek be a kielégítő tápszűrés érdekében. A digitális jeleket az XMOS XU316-os mikrokontroller fogadja. A Bluetooth vevő is a szokásos Qualcomm QCC5125-ös modul. A digitális digitális koaxiális bemeneten én személy szerint szívesen látnék még egy leválasztó transformátort is, na de ne legyünk telhetetlenek. A DAC fő attrakciója a két darab ISS-IS9039Q2M DAC chip. Ezzel az új lapkával a DO100 Pro gyakorlatilag olyan teljesítményre képes az RCA kimenetein, amire a sima do 100 csak az XLR kimeneteit használva volt képes, szóval az elérhető dinamika tartomány és jelzaj viszony tekintetében a DO100 Pro egy szabad szemmel is jól látható előrelépés a DO100-hoz képest. Persze ezek a dolgok nagyon jól mutatnak a statikus mérések során, de egyrészt semmit nem mondanak el a DAC hangjáról, másrészt meg már eleve annyival az emberi fül képesség a határain túl mutatnak ezek a paraméterek, hogy az, hogy 124 decibel a jelzaj viszony, vagy 127 decibel, az már szinte teljesen mindegy. Hogy ezt magyarra is lefordítsam, az SMSL do 100 Pro az éj e sötétjénél is feketébb háttérre képes, de ezt persze ma már egy sor másik olcsó dekóder is nevetve tudja. a DAC minden elképzelhető PCM és DSD zenét le tud játszani, valamint az olyan halottnak tekinthető dolgot is, mint az MQA. Mondjuk ez utóbbi akár ki is maradhatott volna a DAC-ból, mert nem nagyon látom értelmét fizetni ezért a funkcióért, főleg amióta még a Tidal is kihátrált az amúgy is sok vitatárgyát képező formátum mögül. A néhány hetes teszt során semmilyen anomáliát nem tapasztaltam, a környezetemben megtalálható összes CD lejátszóval és streamerrel szépen együtt zenélt a DO100 Pro. A HDMI ARC implementálással viszont egy kisé felemásra sikerült. Nem mintha nem működött volna stabilan a Sony Bravia tévémmel, de azon kívül, hogy a TV képes volt erre a bemenetre hangot küldeni, más kényelmi funkció nem igazán érhető el. Gondolok itt például arra, hogy a TV távirányítójával nem lehet közvetlenül a DAC hangereit szabályozni, amely abban az esetben egy értelmes feature lenne, hogyha valaki közvetlenül a DAC-ról szeretne egy végerősítőt meghajtani. Ilyen esetben sajnos két távirányító kell a kezeléshez, a dac és a tv is. Persze az is tök jó lenne, hogyha kikapcsolom a tévét, akkor a DAC is elaludna, illetve a DAC is fel tudná ébreszteni a tévét, hogyha a HDMI ARC bemenetre kapcsolok. Működni persze működik rendesen, és így is nagy segítség lehet annak, akinek a tévén már semmilyen SPDIF kimenet nincs, vagy a TV mellett szeretne több eszközt is a dakra ra kötni. Minden esetre az én szememben csak akkor lehetne ez a funkció tökéletesen kivitelezett, ha minimum a DAC hangerejét lehetne a TV távszabályzójával irányítani. A DAC menü rendszere meglehetősen egyszerű, és nincs olyan érzése az embernek, hogy egy űrhajót kell elvezetnie. Én ezt mindenképpen pozitívnak gondolom. Az első menüpontban az öt digitális bemenet közül választhatunk. A második menüpontban összesen 7 különböző PCM szűrő közül választhatunk. A harmadik menüpontban a digitális fázis zárt hurox sávszélességét módosíthatjuk 9 lépésben. Ez a funkció az ISS DAC chipek sajátossága. Elméletileg a forráseszköz órája által okozott jitter negatív hatásait ellensúlyozhatjuk ezzel a beállítással, Például, ha stabil a forráseszköz órája, akkor ez az érték csökkenthető, ha pedig az óra alap pontatlanabb, és emiatt például szakadozik a hang, akkor ennek az értéknek a növelésével javíthatunk a stabilitáson. A következő menüpontban az USB bemenetet konfigurálhatjuk. Ennek akkor lehet jelentősége, ha az USB bemenetet nem egy számítógépre szeretnénk kötni, hanem mondjuk egy játékkonzolra. Az USB Audio Class 2-höz Windows alatt egy driver telepítésére van szükség, de ezzel a beállítással aknázhatjuk ki teljesen a DAC képességeit, illetve például ezzel a beállítással lesz natív DSD támogatásunk is. Ezzel szemben az USB Audio Class 1-es üzemmódban csak maximum 96 kHz felbontást érhetünk el, viszont ezt az audio osztályt a világon minden eszköz driver telepítése nélkül is ismeri, beleértve egy PlayStation-t vagy egy Nintendo Switch-et is. Az utolsó menüpontban a kijelző fényerejét tudjuk beállítani 8 lépésben. Az SMSL DO100 Pro hangja pontosan olyan, mint amilyenre számítottam. Az ISS dac mindig is híresek voltak a precizitásukról és a transzparenciájukról. Én alapvetően azt szeretem, ha van egy kis színezés, egy kis fűszer egy dekóder hangjában, de mindenképpen értékelni tudom az ISS azon törekvését, hogy a valóság precíz lenyomatát szeretnék rekonstruálni. Ezzel a dakkal sincs másként, de természetesen még mindig nem tartunk ott, hogy egy néhány száz dolláros dakkal elpusztítsunk egy több ezer dolláros ellenlábast, de amit ezért a pénzért kínál az SMS-el, az továbbra is több, mint elégséges. A mély tartomány feszes és pontos, a középtartomány egyáltalán nem tolakodó, de nem is visszahúzódó, a magas tartomány pedig nem teszi ropogossá vagy ércessé a végeredményt a képalkotás kellően precíz, a hangszerek jól elkülönülnek a térben. Mondjuk az is igaz, hogy nem kapunk focipálya nagyságú színpadot, de az elérhető hangminőség továbbra is jóval túlmutat azon, amire mondjuk egy számítógép képes a beépített hangkártyájával. Minden esetre az értelmező kézi szótárban a semleges és a transzparens szó mellé nyugodtan be lehet írni a DO100 Pro nevét is. Ilyen az a cucc, ami arra törekszik, hogy megmutassa azt, ami a felvételen van, és úgy, ahogyan azt rögzítették. Sem többet, sem kevesebbet, és szerintem ez így rendben is van. Ezt a dakot az Aosida Audio oldalán olyan 200 dollár körül vesztegetik, ami szerintem ezért a csomagért alapvetően nem drága, bár ha az MQA elhagyásával, ami ugye viszonylag okafogyottá vált, tovább tudtak volna faragni ezen az rc dolán akkor lenne igazán ütős ez a kis dak. A HDMI ARC bevezetése szerintem egy nagyon jó ötlet volt, de még egy kicsit rá kellene gyúrni arra, hogy a HDMI CLC is működjön, de legalábbis az a funkció mindenképpen, hogy a TV távirányítójával is tudjuk vezérelni a DAC hangerejét. Szerintem ezért a featureért azok a userek nagyon hálásak lennének, akik preamként szeretnék használni a DO100 Pro-t, mondjuk egy pár aktív hangfalhoz, vagy közvetlenül egy végfokot szeretnének vele meghajtani. A hangjára nem lehet panasz szerintem, összességében nagyon jól szól, és valószínűleg a mérés eredménye is rendben lesznek ennek a cucnak szól. Akinek égető szüksége van a HDMI ARC bemenetre, mert máshogyan nem tudja a tévé-ét a DAC-ra kötni, annak azért olyan sokat nem kell ezen gondolkodnia. Ennyi mára ha van véleményetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor azt osszátok meg a videó alatt vagy a csatornám Discord szerverén. Ha szeretnétek még sok hasonló tartalmat látni, akkor ne felejtsétek el lájkolni like ezt a videót, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, amennyiben ezt még nem tettétek meg. A csatornát támogathatjátok Patreonon, PayPalon vagy Buy Me a Ezeken felül közvetlenül a Youtube-on keresztül is küldhettek adományokat a videó ablaka alatti szuper köszönet gomb segítségével. Most már csatornatagságra is lehetőségetek van előfizetni, amely segítségével nem csak rendszeresen támogathatjátok a munkámat, de még bizonyos előnyökhöz is juthattok általa. Nem kell más tennetek, mint a videó alatt található csatlakozás gombra kattintani, és kiválasztani, hogy havonta mekkora összeggel szeretnétek hozzájárulni a csatornán működéséhez. A kapcsolódó linkeket és információkat mindig megtalálhatjátok a videóim leírásában. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nem sokára újra jelentkezem.